Na akkor mai utolsó Dark Souls 2 videó. Mert már megmondom őszintén, nagyon fáradok. Tehát ez az első nap így, ez a hét, amikor végre kialudtam magam rendesen. Az előző 4 óra alvás az úgy nem volt túl jó, azt kell, hogy mondjam. Aztán meg ugye itt a Play IT előtt végre egy egészséges 8-9 óra összejött. Most meg hát csak a kockulás, ugye? Na itt most megvan az Aldi, aki itt pedig hát egy-két mini bosszal így teletömték ezt a termet. Csak ezek a kis faszharcúak voltak ide jellemzők, de most ott raktak még egy ilyen Belfry gargoyle-t, illetve egy ilyen zsidó mágust, aki lövöldöz. Kibaszunk mi vele? Ja, meg egy rakott mimic chest lesz itt. Nyugi, a vízköpő az nem támad meg minket addig, amíg nem megyünk nagyon közel. Álljál már le, bazd meg! Hát oda megyek, öcsém. Oda megyek én, de akkor szarul jársz. Wilted Dusk Herb. Na és akkor... Ez is mimik? Áááááj! Eleve meg tudják itt zaválni ám az embert. Cracked Red Eye Orb. Ilyen a kis... kínzókamra, vagy műtőszoba, vagy miért van itt rengeteg húsbárd. Sarló, kalapács, kommunizmus minden kelléke. Ebből, erről a látáról leri, hogy mikat a fehér fogas zár az úgy. Bonfire aesthetic. Wilted Dusk Herb. Itt pedig... Mindjárt meghúzom azt a kart is, csak... Egyszerre csak... Egyszer szívjunk már. Figyeljétek! Boom! Shortcut by Ogre. Gyerekek, még egy olyan dolog, amiről nem tudtam. Azt ott be lehet törni, azt a falat? Már azt tudom, hogy egy plusz rész volt. Ahol ugye csúnya 18 pluszos dolgokat lehet látni. Hát oké, egyre kevesebb ajtó, amit nekem ki kell nyitni. Itt le tudunk ereszkedni parasz módon, oda a genyába, ahol felszedtünk egy pár dolgot. Itt még van egy rakat, óriásnak a hullája, kibelezték őket, meg minden faszom. Nézzétek meg, milyen széles válluk, mint a rögbi játékosoknak. Lehet őket itt baszakodni, hát itt az óriásoknak nem kegyelmeztek. Még ezek a kis nyeszlet buzik, nem tudom, hogyan voltak képesek az óriásokat így kinyírni. Na mindegy. De meg aztán. Plusz ellenfeleket még mindig nem engedem le. Mert ugyanis. Ugyanis. Büdös nagy harci helyzet. Az, hogy itt lesz még egy vakond. Csak elért vele, hogy a mocskos kurva anyádat, bazd meg! Én pedig tudtam! Úgy tudtam, hogy rohadná a szájba. Na mindegy, akkor most már... Főnök úr, takarítsa el innen ezt a kis... szekeret. Ha egy mód és lehetőség van rá. Bazd, hogy lifeg a sörhasa! Jó azért lenyilazgatni. Basz
Bazd meg, hát ez nem igaz. Hogy lehet valaki ilyen kurva dagadt állat? Bazd, ez akkora, mint mi együtt haverokkal 20-an, mint a kurva élet. Hát mi ez? Rühellem ezeket a tagokat. Oké, mindenki takarítva. Arra lenne a boss. És akkor... Nekem ennyi ellenfél nem volt elég, én úgy vagyok vele, tehát engedjünk még magunkra egy párat. Hát cseh. Falon keresztül át... Ja nem. Az összes ilyen ketrecet leengedtük, tehát az itt bent azért tört szét. Itt lenne most például egy kis mimic chest. Anyádnak fogazzálna nekem. Hát, hogy volt merced? Fragrant Branch of Yore. Azt a képet le lehet innen lőni. Nem? Ó, akkor plusz egy ilyen kis gülőszemű. Itt pedig egy olyan ellenfél, amivel sima New Game-en még nem találkoztunk. New Game pluszon viszont a Sinner's Rise-ba ott a vizes részre beteszik. És tudjátok mi a még furcsább? Nyomutató. Nem az, hogy leveri azt a minámat, mint a kurva élet. És hogy így meg fog ölni, ha így folytatom. Hanem azt akarom nektek megmutatni. De csak nem tudok úgy mögé kerülni. Na jó, az a lényeg, hogy lehet backstabelni, de ezt a kombóját, ezt... Látjátok? Csak mert gondolom ebből a nagy drabár állatból nem néztétek ki, hogy... Ó, Twinkling Titanet 3 darab. Akkor van itt egy ilyen kis fingós bogárka. Minden mi szemszájnak hány ingere, fogalmazhatunk úgy is. És még egy ilyen fogazós buzi. Black Witch Staff. Hát, ha nem farmoltuk volna össze az előbb, akkor most örülnénk, hogy nagyon jó, ez is megvan, de hát végül is így is nagyon jó, hogy ez is megvan. Kétszer, max eladom. Hát itt elég rendesen leamortizáltattuk a helyet. Volt segítség. Úgy most egész olcsó, tehát halál nélkül, nem is tudom mikor jöttem végig utoljára, talán még sose. És akkor jöhet a boss. A fák egyébként egy kicsit statikusok ezen a helyszínen, majd mindjárt megmutatom. Az a kis buzi sárkányka lenne az. Nem szeressük, ha tüzet fúj, nagyon nem szeressük, és égetik a picsám a lángok. Szerencsé pont hatótávon kívül vagyok. Ah, most megköpsz minket, jó? Basszalak már! Meg... Amikor folyton röpködnek, azt nem szeretem. De ez valamilyen túlfejlett kis ketrecféleség akar lenni. Meg az is vicc, hogy eddig kettőt ütöttem bele is. Igen, megint elfogyott a staminám. Jó, oké. Röpködj már, te kurva gyíkecib, az rühellem a sárkányokat, komolyan mondom. Aha, jó. Király. Király vagy, tényleg. Nevetséges. Rühellem, undorító geci gyíkok, minden testnyílásból tüzet fújnak. Nagyon komoly. Nagyon komolyak, tényleg. Na jó, nem érdekel. Hát bassza meg a... Elég volt belőled.
rém egyszerű boss, csak én voltam megint béna. Aj. Na, szóval ez a rész itt. Ezen nem sokára sárkányfészek. Ezek a fák itt, meg így ez az egész cuccot arra fel, kicsit olyan eléggé statikus. Meg itt a sziklák is. Hogy itt egyszer csak úgy eltűnnek ott a felhők között, hogy valami pici átmenet lehetne, vagy nem tudom. Ugyanis oda fogunk majd fölmenni. Le a felhők közé, a sárkányfészekbe. Mindjárt mutatom is. Azt viszont imádom azt a részt, tehát egyik leggyönyörűbb a játékban. Érdekes, hogy ide megépítettek liftet, na mindegy. Addig lőjük is a lelkeket, amiket találtunk. Plusz 16 000, király. Ez a rész tényleg, ez best of, tehát a kijáratot meg nem találom. Tehát most lényegében ott fönn vagyunk. Hát ez gyönyörű, ahogy kinéz, de komolyan mondom. A legszebb az egész játékban. Meg az a kastély is ott, az is elég mutatós, majd oda is. Az igazából a fő célunk most. Tehát ez nem ilyen opcionális helyzet, hanem most ténylegesen erre kell jönni. Meg itt a csaj. Most azon nem értem, miért ilyen gyerek hangon beszél. És Fedor ugyanazt tudja, mint a Homeward Bone, csak annyi a különbség, hogy végtelenszer tudjuk használni. Meg ez egyébként egy bizonyíték, ugyanis hát... Na jó, spoiler! Az elmebeteg NPC a negyedik ilyen gyilkosságot azt nevessé akarja tenni. És ezt a csajt kéne megölnünk. De hát ki az a hülye, aki most őszintén megölni azt az NPC-t, az egyetlen, akinél szintet lehet lépni. És azt a tollat kell bemutatni egy bizonyítéknak. Na már most. Ez is érdekesen lett megoldva ez a helyszínt ebbe a verzióba. Itt a továbbjutáshoz kéne egy Fragrant Branch of Yore. És ez a létre meg itt le van engedve. Amikor az előző verzióban pedig úgy volt, hogy nem kellett a Fragrant Branch of Yore, ezt pedig utólag lehetett lerúgni ezt a létrát. Tehát teljesen végigjátszás érdekében. Azért Fragrant Branch of Yore-t azt elhasználjuk. Itt egy rakat Crystal Lizardot lehet találni, meg van még három ilyen sárkányka, azt hiszem. Mint amilyen ez a boss volt, de azok is ilyen egyszer megölött többet nem lesz ott kategóriába tartozó ellenfelek. Úgy fogalmazhatnék, hogy mini bossok. Oké, ezek 40-esek. Most pedig, hát akkor Strength-re. A rákon még ennyi lelkem van? Hát az nagyon király. Akkor Strength-re még. Meg még mondjuk van egy 10 percem. Rögzíteni, akkor kezdjük el kipucolni a helyet. De összességében ezzel a játékkal is jól haladok. Már olyan sok nincs még. Tehát egy-két rész alatt ugye meg lesz ez a Dragon Shrine is. Aztán majd Forest of Fallen Giants-ben a Giant Memories, meg ilyenek. Azután a Vendrick-et teszem el láb alól, mint opcionális boss-t. Utána pedig szerintem, ha már benne vagyok ebbe a Covenant-ba, megejtem az egyik legdurvább boss-t a játékban, ezt a kis Dark Lurker-t. Azt mindenképpen. Utána meg lényegében igazából már csak a végjáték lenne hátra. A dupla boss és a Queen Nashandra, mint utolsó boss, de
Scholar of the First színes verzióban ennyivel nincs vége a játéknak. És azután pedig akkor belepaszírozom még a DLC-ket is. Jaj, ne, elfelejtettem, hogy ezek itt vannak. Korrodáló szart lövellő robbanós múmiák. Rövidebb kifejezéssel, illetve csíra gecik. Itt pedig, ha jól emlékszem, lesz egy az első kristály egyik. Nem menekülj! Basszalak meg! Hú, mennyi fejlesztési alapanyag. Na jó, engem most csak a Twinkling Titanite érdekel. Itt pedig kapásból két irányba lehet menni. Ugye itt... itt így errefele. Meg... ami a zsákom. Itt megint vannak kis... múmiák. Meg itt az első sárkányka. De előbb a gyíkokat, azokat... mindenképpen. El ne fuss, kurványád. Jaj, ne! Fúj csak a tüzet, faszkalap. Oké, Second Dragon Ringnek annyi. Na most már ilyen balfaszul megoldottam, de legalább három kristálygyíkot elintéztem. Na bazd meg, ezt én nem hiszem el. Áruld el, mi a kurva anyádért vagy gyökér? Egyszerűt kérdezek, nem mondd, hogy nem tudsz válaszolni, faszfej. Azért hagyjussak már legalább egy kurva ütéshez. Persze pont megint melyik gyűrűt törik el, meg több életed és sztaminát ad. De legalább a három Crystal Lizardot azt így idegre tettük. Flame Quartz Ring plusz 2-es. Mennyi loot. Dark Knight Stone. Ja, itt a Dragon Tooth. Akkor. Ez a negyedik gyík. Itt pedig... nice job, monster. Ja, ez az szétvered a sárkány tojásokat effektus. Értem. Tehát, ugye az előbb két irányról beszéltem, ott lenn volt az egyik. Erre pedig itt tovább a másik, de lényegében ugyanoda lehet kiukadni. Na, azt még itt megmutatom. Mondjuk most itt ezt az irányt. Aztán visszamegyek, megjavítom ezt a gyűrűt, mert rohadtul nincs kedvem feltrollozni. Hát most bizonyára azon gondolkoztok közben itt, hogy azt a szart hogyan szedjük össze. Megvan annak is a menete, majd mutatom azt is. Ezek itt plusz nehezítésnek találó volt tényleg. Találó, igaz, hogy fölkúrja az agyamat, de találó. Hát akkor... rohanjunk vissza Firelink Shrine-ba. De igazából ennek a területnek az egyharmad részét már szerintem ki is pucelháltuk. Hopsz! Sárkány tojással tompítunk. Hol a faszba vagyunk? Ja, oké, megvan. Miután körbeforogtam a tengelyem körül 6-szor.
több ilyen gyűrűtörést aztán nem kéne megjátszani. Nem tesz jót az ember idegrendszerének. Főleg az enyémnek nem. Jó, hogy nem kérte és sokat érte. Kifejezetten örülök neki. Akkor ott az egyik irány az ki lett vesézve, lényegében. Másik is mindjárt bele fog szaladni. Kushoz. Miért nem tud az összes ilyen lenni, hogy egy helybe térre rúgyik, aztán szopja a faszt? Nem, egyszerre öten meg kell, hogy lincseljenek engem. Még csak nem is sebeznek. Sir Sharon. Én Forlornra emlékszem, de talán ez a picsa is itt volt. Johannél tényleg az egyik kard egy ilyen fura DLC-s fegyver, az a kéken vibráló szar. Valami fura mágneses kőből van összetákolva. És az erős támadása az tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen ostorcsapás, tehát elég messzire elér. Itt pedig a barlangba jutunk ezekkel a... Hát akkor eddig minden okés. Most pedig közelítünk a második sárkányhoz. Itt higgyétek, ez biztonságosabb. Inkább, mint hogy közelharc, aztán elég, hogyha egy másodperccel korábban ütsz a kelleténél, aztán már megy a rage-elés. Jó, hogy elfogyott a tízes nyílvessző. Mondjuk ez is egy hiteli őket. Tehát igazából oly mindegy. Itt viszont a fokozott éberség. Egy ilyen rohadék. Tehát amikor majd rá akarunk hajtani az egyik Crystal Lizardra. Olyan jó lenne, ha nem a kurva levegőt lőném már meg harmadjára. Most ott mi a fasz, még nem találom el? Na jó. Pedig ott van az enemy. Hát... Na végre! Mellé kell lőjek, hogy elkapja. Okés. Na hát ott azért szivatott volna be, hogy egyből kristallizált, meglátjátok, rárohantok. Csak az meg rátok robban, és aztán az meg nem túl célra vezető. Magic Stone, okay. Meg ott van egy köcsök kis NPC, vagy nem NPC, csak egy sima. Ja, ezt tudja, ezt a kis hanyatlökő szart. Nem sebez sokat, de tényleg, ténylegesen hanyatlök. És amikor egy másik ellenféllel küzd, ez nem jó, hogyha egy ilyen paraszt szakítja meg a támadásodat. Alszó szolgálatban? Hihetetlen.
Nem találok szavakat. Pofátlanság ne továbbja. Összehívom az országgyűlést, ez hallatlan. Fire Tempest. Ez dobja? Igaz, hogy már megvan egyszer ez a varázslat. Nu mindegy, jó tudni. Akkor... errefele pedig van itt egy ilyen kis okos zsákutcás rész. Lockstone és... Soul of a Brave Warrior, vagy nem, zsákutca, és van itt egy illúziófal. Try jumping off. Nem vagyok túl öngyilkos hangulatba, tehát igazából hagyjuk. Na nem mindegy. Lényegében... úgyhogy nem is a teljes videó erről a részről szólt, konkrétan majdnem a végére értem. Tehát a következő részben szerintem ezt kipucevállom teljesen, aztán pedig Dragon Shrine. Ott pedig, hát nem tudom, már közvetlenül abban a részben, előbb-utóbb ott is boss harc várható. Meg sok-sok régyel is. Köszi, hogy néztetek, addig is András voltam, sziasztok!